Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Először megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt ez az állandóság jelenti a biztonság érzetét. Nem csak a párkapcsolatot illetően, hanem kell egy biztos munkahely, vagy a biztos anyagi körülmény, de nem csak erről van szó, a munkáról vagy anyagiakról, hanem ő megjelenik itt, mint egy szerelmes férfi, tehát a párkapcsolat, a szerelem szintén fontos számára, ahol szintén kell az állandóság, egy biztos párkapcsolat. Megnézzük az ő érzelmeit. Itt látható az ő gondolata és a remény. Nagyon sokat gondol rád, és reménykedik abban, bízik abban, hogy észreveszed őt, lesz egy tartós párkapcsolat. Mit fog tenni? Te érdekes, itt megjelenik a szerelmes nő, tehát a szerelmes férfi, a szerelmes nő, ez jelenti a szerelmet kettőtök között, sőt, itt lesz egy jó hír, nyilatkozik, bevallja azt, hogy mennyire fontos vagy számára, bocsánat, nem jutott eszembe magyarul ez a kifejezés. Tehát itt megvannak a gondolatok, a remény, a hír, a szerelmes férfi, a szerelmes nő és az állandóság. Mi fűz össze benneteket? Hát itt van a környezetetekben még ellenség, ennek te is tudatában vagy, ő is tudatában, hiszen ez a gondolat összeköt benneteket, hiszen van egy közös ellenség, ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, aki ártani akar, aki figyelget benneteket, aki féltékeny, tehát te is óvatos vagy, és ő is óvatos, mert rájött erre. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.